Először egy mókust engedtek vissza a természetbe a mentett állatok közül a Bükki Nemzeti Parkban. A kisemlős csak némi terepszemle után lódult neki az erdőnek. A madarak és rágcsálók szabadon engedését a szakemberek mellett kiránduló csoportok is figyelemmel követték. Ne raboskodjanak az állatkertben, hanem hogy szabadon élhessék az életüket. A gyerekek szemügyre vehették az állatokat a természetes környezetükben. A madarakról tanultunk, mivel táplálkoznak, ugye magukat esznek, általában erdőben élnek, a sünökről pedig még nem annyira tanultunk. A mentés, illetve a felerősödött állatok szabadon engedése a fővárosi állat és növénykerthez kapcsolódott. Az intézmény a héten egy nemzetközi vadállatmentő konferenciának adott helyszínt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, úgynevezett Interreg program keretében, ami egy határokon átnyúló együttműködés a Kassai és a Budapesti Állatkert között. Szóval ennek a programnak a keretében egyrészt tudtuk fejleszteni ezt a tevékenységet, olyan értelemben is, nem csak, hogy nagyobb kapacitással menjen a mentőmunka, hanem hogy minél többet tudjunk megmutatni ebből a közönségnek, és hát persze a tapasztalatokat is kicseréltük. Összesen 9 különböző fajhoz tartozó 17 állatot engedtek szabadon a Bükki Nemzeti Parkban. A mókust és a pelét elárvultként mentették, de sérülések miatt is kerültek be madarak és kisemlősök a budapesti állatkertbe. A mesterséges táplálás, felerősítés után a szakemberek mindig arra törekednek, hogy az egyedek emberi segítség nélkül is tudjanak magukról gondoskodni, és újra képesek legyenek az önálló életre.